Ha bárkinek feltesszük azt az egyszerű kérdést, hogy érte-e már megpróbáltatás az életben, vízfolyás szerűen kezdi sorolni, hogy hát persze, anyagi nehézség, betegség, válás, csőd, balesetek, stb. És akkor nyugtázzuk, hogy hát ez teljesen rendben van, mert a próbák alatt tudunk őszintén Istenhez fordulni, olyankor tudjuk meglátni, hogy nincs más, aki segíthetne, és talán belátjuk a hibáinkat, a tévejgéseinket, és megtérvén elkezdjük megcselekedni Isten akaratát. De a napokban eszembe jutott, hogy bizony sokan vagyunk úgy, hogy nagy szenvedés vagy súlyos megpróbáltatás következtében Istenhez kiáltottunk, ő kiemelt minket a gödör mélyéről, és onnantól fogva változás ment végbe az életünkben. Helyrejöttek a dolgaink, és úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. Mert ugye mi követjük Jézust, és zökkenőmentesen éldegélünk, nem érnek már minket nehézségek, betegségek, csapások, tehát már nem vagyunk megpróbálva. És talán még el is hisszük magunkat, hogy jó úton vagyunk. Pedig meg lehet, hogy Jézus nekünk is mondja azt, amit mondott a laodiceabeli gyülekezetnek. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hív. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen? Hát igen, meg lehet, hogy úgy érezzük, hogy elteltünk Isten szavával. Kívülről tudjuk a Bibliát. Elfogadható körülmények között élünk. Azt mondhatjuk, hogy nincs hiányunk anyagiakban, testileg épek vagyunk, és talán sajnálattal nézünk egy tolószékben élő embertársunkra, hogy szegény, milyen megpróbált életet él. És nem jut eszünkbe, hogy az is lehet, hogy a mi jólétünk, a mi bővölködésünk, a mi testi épségünk is egy próbatétel. Az, hogy a bankszámlámon 4 vagy 5 számjegyű összeg van, az nekem bizony egy próba. Vagy ha kinyitom a hűtőszekrényt, és az tele van, az is egy próba Istentől. Mert mi van nekem, amit nem Istentől kaptam? Jobb a megpróbáltatások és csapások idején azt mondta, az Úr adta, az Úr vette el. Vajon miért adott nekem többet az Úr, mint másnak? Mert engem jobban szeret? Hát te valamelyik gyermekedet jobban szereted a másiknál? Olyan hamar elhisszük magunkat, és feljebb valónak gondoljuk. Azért, amit mi elértünk? Hát mit értünk mi el a saját erőnkből? Semmit. Ne csak a szavak erejéig legyünk Isten hívők. Jézus azt mondta, hogy arról ismerjenek fel minket, hogy őhozzá tartozunk, hogy szeretjük embertársainkat, szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. És ő bement a bűnös házába, leült vele egy asztalhoz, rátette a kezét a leprásra, és én? Hát én egyszer felvettem egy sötétebb bőrű autostoppost, és az az igazság, hogy nagyon fürtelmesen bűzlött. Valószínű több hete nem volt kimosva a ruhája, vagy ő maga sem tisztálkodott. És következőben, amikor egy hozzá hasonló integetett az út szélén, már bizony nem álltam meg,
mert előítélettel gondolkodtam, hogy biztos ez is ugyanolyan, mint a múltkori. Hát elképzelem, hogy nem volt rám büszke Jézus. Azért, hogy milyen jó logikám van, mert egyből kikövetkeztettem, hogy a rossz szag miatt nem felvehető. Ugye milyen könnyen ítélkezünk előre? És kérdezem én, hogy ki adta nekem azt az autót? Ki adja az erőt, hogy lenyomjam a gázpedált? Olyan hamar elfelejtjük ezeket a dolgokat, pedig aki adta, az el is veheti. Akármikor elveheti. Mert mit szólok ahhoz, hogy az egyik szomszédom ideadja, teszem fel a bicikliét, hogy használjam, mert neki úgy sincs rá szüksége. És több éven keresztül használom, már-már úgy is tekintem, mintha az enyém lenne. És elfelejtem, hogy tulajdonképpen nem az enyém. És egyszer csak a szomszéd meggondolja magát, bejön az udvaromra, és se kép, se hang elviszi a biciklit. Megteheti? Meg. Beleszólhatok? Bele. De akkor is neki van joga, és igaza van, hogy elvigye. És sokan mondják, hogy hát nincs időm Istenre. Nincs időm az ő dolgaival foglalkozni. Arra gondoltál, hogy az idődet is Isten adja? Ha úgy látja, akár el is veheti azt. Vagy a lehelletedet, ami éltet. És az időt, amit haszontalan görgetéssel töltesz a Facebookon, mert holnap már nem is emlékszel, hogy miket lájkolgattál. De talán eléd került egy kép, hogy egy 8 tagú családnak leégett a háza, a gyerekeknek meg melegruha, paplan, stb. Kellene. Te belájkolod és görgetsz tovább lefele. Hát ezt az időt akár egyébre is fordíthatnád, mert azzal a lájkkal nem segítettél az embertársadon. És sajnos, hogy a születési bizonylatunkon nincsen olyan dátum, mint a jogosítványon, hogy lejárati határidő, hogy meddig érvényes. Nem tudjuk, hogy mennyi időre van kiállítva, és meghosszabbítani sem tudjuk. Tehát akár az életidőnk is lehet a mi próbánk, a pénzünk is lehet a mi próbánk, a testi épségünk. Mire használjuk azt? Mire fordítjuk az Úr ajándékait, amit ad nekünk nap mint nap? Olvastam egy cikket a tegnap, hogy nálunk is kezdik oltani az 5 évestől felfelé gyerekeket, és hogy az árvaházakban élő, vagyis szociális gondozásban lévő gyerekekkel kezdik. És az első emberi gondolatom, reakcióm az volt, úgy átfutott az agyamon, hogy legalább egyet a kicsinyek közül, egyet, ha be tudnék fogadni, ahogy Jézus mondta, hogy megmeneküljön ettől a szörnyűségtől. És rögtön beírtam a Google keresőbe, hogy örökbefogadható, és írtam volna tovább, hogy gyerekek, hogy keressek rá, ugye, hogy mi a procedúra, és hogyan lehetne örökbefogadni, ám a Google már ki is adta nekem a javaslatokat, amelyeket leggyakrabban keresnek az emberek. És megdöbbentem, mert ilyen szavak jelentek meg, hogy kis cica, kutya, nagy testű kutya, nyuszi, fajmacska, stb. És a gyerek szó az örökbefogadható szó után csak akkor jelent meg, amikor a gyébetűt beírtam. Hát ez csak úgy zárójelben. De azt gondolom, hogy sok mindent elmond a próbáról, amelynek nap mint nap
minden anyagilag vagy szellemileg gazdag, felfuvalkodott ember ki van téve. Ne felejtsük el, hogy amit vetünk, azt aratjuk. És a Mózes könyvében a kivonulásnál, a 16. fejezetben azt olvashatjuk. De az Úr így szól Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. Tehát az Úr ad, és azzal tesz próbára. Mert a parancs úgy szólt, hogy csak aznapra valót gyűjtsenek. Egyesek azonban megszegték a parancsot, és eltettek belőle másnapra. Ez azonban tele lett féreggel és bűzlött. Így van leírva. Nem bízunk az Úrban, hogy ő holnap is ad, ezért halmozunk, gyűjtünk, legyen tele a hűtő, a kamra, a bankszámla. Pedig elolvastuk Nabukadnezár esetét is, és mégis olyan hamar elfelejtjük, hogy ő 7 évig tébolyodottan a mezei állatok között élt, füvet evett, mint az ökrök, míg nem belátta, hogy nem az övé a hatalom, nem ő birtokol mindent, nem ő építette fel a nagy Babilont, hanem az örökkön élő, akinek hatalma örökkévaló hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. Úgy az értelmünk, mint a pénzünk, a tehetségünk, a különféle képességeink mind tőle vannak. Mire használjuk, mibe fektetjük, hogy kamatozzanak? Hogy 30-szor annyit, 60-szor annyit, vagy 100-annyit teremjenek? És nem kell viszonyítsuk senkihez magunkat. Nem éregessünk, hogy hát adjon az, akinek több van, vagy beszéljen az, aki ékesebben szól, és ne fentről nézzünk senkire, mint ahogy a gazdag ember tette a szegény Lázárral. Mert éltében ő volt fent, Lázár pedig lent a porban, a szegénységben, éhségben, nyomorban. Azután pedig fordult ugye a dolog. Lázár került fel Isten dicsőségébe, és a gazdag ember pedig le a pokolba, az Isten nélküli állapotba. Itt és most, amink van, ami minket körülvesz, az mind-mind Isten kegyelme és áldása. Tekintsük próbának a jólétet, és cselekedjük meg, amire elhív minket Jézus minden nap.